Na emberek, szép napot! Hátsó lámpa, izzócsere, mutatványos dologról van szó egyébként. Tehát ilyen izzót kéne egyébként belehelyezni ebbe a lámpába, főleg azért, mert a hátsó féklámpa az bír nem annyira világítani. Úgyhogy hát nem csak ezt a hátsó lámpát, hanem gyakorlatilag ebbe az autóba a hátsó feltájon így lehet egyébként izzókat cserélni. Ugye a következő a lényeg, ezt a csavart, itt, meg ezt a csavart ki kell csavarni. Aztán, ugye amikor el van távolítva a kettő darab csavar, ugye látjuk, hogy ez ilyen irányba szépen elmozdul. És ezt az oldalt ugye gyakorlatilag nem igazából fogja semmi, tehát ezt csak így ebbe az irányba szépen finoman meg kell húzni. És akkor itt látszik, hogy egy ilyen tüske fogja, tehát egy kettő darab ilyen tüske fogja. Hát itt látszik a kettő tüske. Ez a kettő tüske fogja, ez egyik, ez meg a másik, ugye? És ez csak simán ide bele van tolva, ide. Tehát tulajdonképpen ezt nem nagyon kell csavarni, ezt elegendő csak meghúzni kifele. Az izzó csere, az úgy működik, ugye? Így mutatom, hogy lássad. Tehát ez a helyzetjelző és féklámpa. A csere az ugye úgy működik különben, hogy ezt is, mindegyiket az óra járásával ellentétesen elfordítod, és szépen ki lehet belőle emelni az izzót. Az izzó kiemelésével, ugye? Így. Ugye a Matéznak a hátsó lámpája, ez ugye jól látható, hogy kettő ilyen izzóval rendelkezik. Ezt egyébként úgy írják le, hogy 12V21/5W, tehát 5 wattos ilyen izzócskáról van szó, tehát ezt lehet egyébként, ezt érdemes megvenni. Érdemes megfigyelni, hogy ez a kettő kis bütyök a foglalaton nem ugyanott van. Ja? Hát amikor ezt beleteszed a izébe, beleteszed a foglalatba, akkor ezt ugye egy föntről lefele beletolod, akkor számolja arra, hogy ez a bütyök, ez hova kerül. És utána ugye el kell fordítani. Tehát körülbelül ennyi egyébként a lámpa cseréje. Tehát itt is látszik egyébként. Ugye ott a foglalat az kicsit mélyebb. Ezen az oldalon a foglalat egy kicsit magasabban van. Tehát ugye ez úgy fog belkerülni, hogy ez a magasabbik oldalon lesz, a másik meg a mélyebb oldalra kerül. Hát körülbelül ennyi a csere. Túlzottan nem kell nagyon variálni egyébként a történetet. Behelyezzük, elfordítjuk. Ezt jó van. Így, még egyszer. Így. Félkezem. Tehát akkor így be van tekerve, gyakorlatilag ennyi. Ezt akkor a behelyezés során meg ugye betesszük vissza a helyére. Aztán így elfordítjuk és kész, már is rögzítve van. Így lámpánál meg annyi, hogy ugye ezt visszadugjuk ebbe a kettő tüskébe. Szépen visszadugjuk ugyebár. Ugye, és amikor visszadugtuk, csavarokkal lehet ugye ide rögzíteni. Aztán kész.